Köszöntöm Önöket, a Pannon Televízió híradóját látják, ma augusztus 28-a, csütörtök van, Ágoston napja. 265 éve megszületett Johann Wolfgang Goethe, német költő, regény és drámaíró. Most pedig következzenek a nap legfontosabb hírei, először csak röviden. 1000-nél is több orosz katona van Ukrajnában a NATO szerint. A katonai szövetség információ szerint Oroszország mintegy 20 000 katonát vont össze a határnál. Belehalt súlyos sérüléseibe a szerb csendőr, akire az elmúlt éjszaka Orlovácnál feltételezések szerint koszovói albán fatolvajok nyitottak tüzet. A Nyugat-Balkánról tartanak nemzetközi tanácskozást Berlinben, Alexander Vučić a politikai stabilitás fontosságáról beszélt. Térfigyelő kamerák javíthatnak a közbiztonság helyzetén Szabadkán. Az orosz katonai erők átlépték az ukrán határt, áll az ukrán államvezetőség közleményében. Az orosz fegyveresek délfelé arra szólnak. Miután elfoglalták a délkelet ukrajnai Novoazovszk várost, a szeparatisták következő célpontja a Mariupoli kikötő. A kijevi kormány azzal vádolja az orosz hatalmat, hogy csapatokat küldött Ukrajnába, akik a kormány ellenes erőket segítik. Moszkva ezt határozottan tagadja. Az ukrán fél uniós csúcs találkozó összehívását kezdeményezte. Petro Poroshenko ukrán elnök szombaton tárgyal az EU állam, illetve kormányfői tömörítő Európai Tanács rendkívüli találkozóján a kialakult helyzetről. Behatoltak az orosz fegyveres csapatok Ukrajnába, tette közzé Petro Poroshenko ukrán államfő az elnöki hivatal honlapján. Oroszország szerdán megkezdte a nyílt inváziót Ukrajna ellen. Erről írt Konstantin Jelisjev is, Ukrajna uniós nagykövete. Miután elfoglalták a délkelet-ukrajnai Novoazovszk várost, a szeparatisták folytatták útjukat délre a Mariupoli kikötő felé. A Moszkva barát csapatok hetek óta próbálnak Donyecktől távolabb eső területekre is behatolni. Oroszország új frontot nyitott meg Kelet-Ukrajnában, és elfoglalta Donyecktől megye déli határszakaszát, amelyet eddig az ukrán fegyveres erők felügyeltek. Kiev attól tart, az oroszok célja egy tengeri kijárat megszerzése, hogy létrehozzon egy szeparatista térséget Kelet-Ukrajnában. Russia has sent a number of armored personal vehicles, tanks and troops. We can confirm that Russian military boots are on Ukrainian ground. Ukrainian forces are capable to tackle and to cope with the Russian-led guerrillas. But this is quite difficult for us to fight with Russia and its army. Kiev az Európai Unió katonai segítségét kérte az orosz tűzérség és egységek elleni harcban. Szerintük az orosz hadsereg még a Minszki tanácskozás éjszakáján átlépte az ukrán határt. Az ukrán katonák pánikszerűen menekülnek az orosz fegyveresek és tankoszlopok elől. A vezérük parancsában rendelte el, hogy forduljanak vissza. Néhányan azonban nem hajlandók harcolni. Moszkva tagadja a hadműveletet, habár korábban közzétette, nem tűri el az Ukrajna többségében oroszok lakta keleti részén zajló felkelések leverését. Rendkívüli módon aggasztják az ukrajnai válság legutóbbi fejleményei az orosz betörésekről érkező híradások az Európai Uniót, közölte az Európai Bizottság külügyi szóvivője. Az Európai Unió ismét felszólította Oroszországot, hogy azonnal hagyjon fel minden ellenséges tevékenységgel a határ környékén. Szombaton Brüsszelbe utazik Petro Poroshenko ukrán elnök. Kijev az EU állam, illetve kormányfői tömörítő Európai Tanács rendkívüli találkozóját kezdeményezte, amelyen szó esik az ukrajnai helyzetről. Az EU szombati csúcs találkozóján ismét napirendre veszik az Oroszország elleni szankciók ügyét. Ez a német kancellár jelentette ki Berlinben a Nyugat-Balkánról szóló konferencián. Angela Merkel elmondta, a kelet-ukrajnai helyzetről szóló jelentések erősödő orosz katonai jelenlétről szólnak, és arról, hogy újabb térségeket ért el a válság. Ezért ismét foglalkozni kell Moszkva elleni büntető intézkedések ügyével. Az EU a válság diplomáciai megoldását szorgalmazza, de már a tagállami vezetők márciusi csúcs találkozóján világossá tette, hogy nem riad vissza a szankcióktól, mondta a német kancellár.
Az Európai Unió soros elnökségét adó Olaszország kormányfője figyelmeztette az orosz államfőt, hogy idézem, igen súlyos következményei lesznek annak, hogy orosz katonák hatoltak be Ukrajna területére. Matteo Renzi telefonon beszélt Vlagyimir Putyinnal, és úgy fogalmazott, hogy orosz reguláris csapatok és nehéz fegyverzet behatolása Ukrajnába tűrhetetlen, és a következményei igen súlyosak lesznek. Renzi az Unió soros elnökségének képviseletében arra kérte a Kremlt, hogy mielőbb térjen vissza a tárgyalásokhoz, közölte az olasz kormány. Belehalt súlyos sérüléseibe a szerb csendőrség egyik tagja, akire az elmúlt éjszaka Orlovácnál a szerb-koszovói határ közelében albán nemzetiségű ismeretlen tettesek nyitottak tüzet. Az elkövetők feltételezések szerint koszovói fatolvajok voltak, a 30 éves Stevan Szingyelics 3 óra körül kapott lőtt fejsérülést, majd reggel 7 órára rendőrségi helikopterrel beszállították a belgrádi katonai kórházba, de életét nem tudták megmenteni. Nebojša Stefanović szerb belügyminiszter terrortámadásnak nevezte az esetet, és elrendelte, hogy a biztonsági zónának ebbe a részébe komoly rendőrségi erőket küldjenek annak érdekében, hogy megvédjék a rendőrség tagjainak és a helyi lakosságnak az életét. Az elmúlt 24 órában ez már a második incidens Kursumliában. Tegnap a rendőrség szintén fatolvajokat ért tetten. A rendőrséggel folytatott tűzharcban akkor egy albán személy sebesült meg. Tokom prethodne noći dogodio se teroristički napad na srpsku policiju. U ovom napadu na području opštine Kuršumlija u kopnenoj zoni bezbednosti život je izgubio pripadnik srpske žandarmerije Stevan Sinđelić. Naredio sam da se ovaj deo kopnene zone bezbednosti pošalju snažne policijske snage koje će zaštititi živote srpskih policajaca, lokalnog stanovništva i koje će zaštititi vitalne interese naše države. Republika Srbija neće tolerisati bilo kakve terorističke napade na svojoj teritoriji i policija će odgovarati najoštrije na svaki napad. Zahtevaćemo da se počinioci identifikuju, pronađu i najoštrije kazne. A béke és a stabilitás megőrzése a cél a régióban, nyilatkozta Alexander Vučić Berlinben a Nyugat-Balkánról szóló nemzetközi tanácskozáson. A szerb kormányfő elmondása szerint mindent elkövet, hogy ez így is legyen. A Nyugat-Balkán konferencián a régió országainak elnökei, kormányfői, külügyminiszterei és gazdasági miniszterei vesznek részt. Berlinben Alexander Vučić azt nyilatkozta, egyetértettek abban, hogy a teljes politikai és gazdasági stabilitás megőrzése a legfontosabb. To što razgovaramo o infrastrukturnim projektima govori da smo do sada uspevali da sačuvamo političku stabilnost. Ona je na Balkanu uvek krhka i uvek je potrebno negovati tu stabilnost mnogo više nego što neki od nás misle, de to važno. Szerbia számára kiemelt jelentőségű a szabadkereskedelem magasabb szintre emelése, a CEFTA vámunióhoz, azaz a közép-európai szabadkereskedelmi megállapodáshoz való közeledés. Amint elmondta, ez nem egyszerű, nem könnyű és nem fog egyik napról a másikra megtörténni. Alexander Vučić 3 infrastrukturális projekthez kérte a németek támogatását. Речи о 3 bitne infrastrukturna projekta koja mi predlažemo. I u tome ne tražimo, mi nismo tu da molimo za milost, niti očekujem da će novac neba da padne iz Evropske unije. Deo finansijskih sredstava za to je već obezbeđen, deo je potreban i u grantovima i u takozvanim soft kreditima od Evropske unije. Ale mislim, da su to veoma važni projekti. A kormányfő szerint fontos infrastrukturális projektek a Belgrád-Szarajevo vasútvonal, valamint a Belgrád-Podgorica-Bár vasútvonal. Utóbbinak végső célja Tirana elérése. Amennyiben ezt a vasútrendszert sikerül összekapcsolni a jelenleg szintén fejlesztés előtt álló Budapest-Belgrád vasútvonallal, Szerbia akár átveheti Közép-Európából a régióba és délfelé tartó forgalmat. Az európai úton való előrehaladás kézzelfogható és valóságos a Nyugat-Balkán számára, José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke szerint. A Nyugat-Balkánról szóló berlini nemzetközi konferencián az uniós vezetői megerősítették elkötelezettségüket a régió támogatásában. Az albán kormányfő szerint ennek a kapcsolatnak kölcsönösnek kell lennie. Megoldani a gondokat. Ez Brüsszel egyik legfontosabb feladata a közeljövőben. Gyakorlatilag így kezdte a berlini konferencia záró sajtótájékoztatóját Angela Merkel, német kancellár. A politikus kiemelte, hogy óriási előrehaladást értek el például Szerbia és Koszovó viszonyának rendezésében. Die Frage der Regierungsbildung nach den Wahlen dann in Bosnien und Herzegowina
und wir hoffen, dass wir in beiden Bereichen im nächsten Jahr doch ein Stück weiter sein können. A résztvevők szándéka szerint a hasonló összejövetelek a jövőben rendszeressé válhatnak. A balkáni államok képviselői emellett ígéreteket tettek arra is, hogy aktívabbak lesznek az európai útjukon. What I hope we have been able to do is to show that this is not a one-way relationship where we ask and the EU says yes or no, but one where we bring so much to the table, great human capital and economic potential. José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke sikertörténetként értékeli Brüsszel szerepét a Nyugat-Balkán konszolidálásában. Progress along these European paths is tangible and real, as last year's accession of Croatia showed, but also recent important steps made by Serbia. Barroso emlékeztetett arra, hogy az előcsatlakozási támogatási eszköz az IPA program keretében 2014 és 2020 között 12 milliárd eurót osztanak szét, amely nagy mértékben hozzájárul a Nyugat-Balkán fejlődéséhez is. Térfigyelő kamerákkal javítan a Szabadka város vezetése a közlekedés biztonságon és a közbiztonságon. Október végére 9 helyszínre 14 kamerát telepítenek 6 millió 200 ezer dinár értékben, amelyek felvételei a rendőrséghez is befutnak. A közlekedés biztonság, a közbiztonság javítása és a vandalizmus visszaszorítása érdekében Szabadka önkormányzata térfigyelő kamerák kihelyezését tervezi. Az ötlet nem új keletű, régóta várnak már a szabadkaiak erre. Október végére ígérik a rendszer beüzemelését, erről az önkormányzat szerződést írt alá a pályázat nyertes kivitelezőjével. A város központjában a legforgalmasabb közlekedési csomópontokon lesznek elhelyezve első lépésben ezek a térmegfigyelő rendszerek. Másosorban ez a folyamat ez folytatódni fog. Jövőre újabb költségvetési pénzekből bővítsük ezt a rendszert, és ahogy bővül ez a rendszer, úgy gondolom úgy lesz visszaszorítva a közlekedésben is az a fajta viselkedés, amely azt mondom, hogy egy becsárkodásra hasonlít inkább. Másosorban pedig valószínű annál könnyebb lesz a rendőrségnek is a helyzete, hiszen be tudja azonosítani, kik jártak, mikor voltak. A szerződés értelmében a kivitelezőnek 60 nap áll rendelkezésre, hogy a város 9 pontján 14 térfigyelő kamerát üzemeljen be. A befektetés értéke 6,2 millió dinár. Nem csak a kamerákat kell felszerelni, ki kell építeni a kommunikációs vonalakat is, amelyek a rendőrségnek továbbítják a felvételeket. A kamerákat a következő helyekre telepítik. A Frányó-Szupilo utca és a Zombori út, továbbá a Belgrádi út és az Aksentije-Marodics utca kereszteződésébe, Palicson, a Horgosi és a Kanizsai út kereszteződésébe, lesz még kamera a Gyúró-Gyákovics utca, a Maxim-Gorki és az Entei út találkozásánál, a Pátria szállónál, a Halasi úton a Dzsáminál, az Entai út és a Bajnáti út kereszteződésében, valamint a Zsinagógánál, a Vászasztályics utcában a Galéria Hotelnél és a város központjában a Korzón. A jövő héten kezdik el a térfigyelő kamerák felszerelését. Itt októberre a tervek szerint már kamerák fogják figyelni a szabálytalankodó sofőröket. A remények szerint a 24 órás megfigyelés jó hatással lesz a közbiztonságra is. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Diploma honosítási költségtámogatásra írt ki pályázatot a Szekeres László Alapítvány. Müncheni szimfonikusok adnak hangversenyt Szabadkán a Városnap alkalmából. Lovaglás határtalanul, lezárult a lovak a magyar és szerb kulturális örökségben elnevezésű projekt. Diploma honosítási költségtámogatásra írt ki pályázatot a Szekeres László Alapítvány. A kiírása 2008. január 1-e óta külföldi felsőoktatási intézményben szerzett főiskolai és egyetemi oklevelek és külföldi felsőoktatási intézményben folytatott posztgraduális tanulmányok eredményeként szerzett tudományos fokozatok honosítására vonatkozik. A visszanemtérítendő támogatásra augusztus 27-től október 31-ig lehet átadni a kérelmeket.
mindent ugye le kell fordítatni szárnyelvvel, amit persze egy hivatalos fordítóval kell hitelesíteni, ami megint természetesen ugye nem ingyen csinálják, és valójában utána meg ugye nem beszélve a befizetés a csekkeknek, tehát hogy az egyetem ugye az összeget, amin majd elbírálja, ami megint több tízezer dináról van szó. Tehát úgy kalkulációm szerint olyan 100 000 dinár körül van a dolog. A diplomahonosítás költségeit sorolja Patocskai Krisztián. Nevelőtanári és mentálhigiénész szakon szerzett diplomát Magyarországon. Mindkét ott szerzett oklevelét szeretné honosítani, majd pedig Szerbiában munkát vállalni. A honosítás körüli húzavonája hónapok óta tart, egyelőre nem látja a végét. Ágyas Réka szociológus 2013-ban több mint 200 személlyel készített felmérést a diplomahonosítás folyamatáról. Tapasztalata szerint a honosítás a legtöbb esetben fél éven belül lezárul. A költségek azonban minden esetben hatalmasak. Diplomától függően mindenkinek fizetnie kell az egyetemi illetéket, ami több tízezer dinárt tesz ki. Emellett utazgatni kell az egyetemre, esetleg a különbözeti vizsgákat is lerakni. Az egyik legnagyobb kiadást a fordítási költségek alkotják. Hatalmas összegekről van szó, mégis a legtöbben a figyelmetlenség hibájába esnek. Fontos megnézni, hogy pontosan mit és milyen terjedelemben kell lefordítatni, és hogy kötelező-e a hivatalos fordítás, figyelmeztet Ágyas Réka szociológus. Alapképzés esetében 20 000 dinárba kerül maga a fordítási költség plusz az illeték, amit be kell fizetni. A mesterképzés és diploma esetében már inkább az az 50 000 kategóriába esik, és a doktori diplomának a honosítása kerül 100 000, illetve azon felüli költségekbe. Egyebek mellett ezeket a költségeket is megtéríti a Szekeres László Alapítvány, amennyiben valaki pályázik a kiírásukra. A megtérített összeg a csatolt számlák alapján történik. A kérelmeket 2014. augusztus 27-től 2014. október 31-ig fogadják e-mailben, postai úton vagy személyesen. Részletes tájékoztatás az alapítvány honlapján a www.sla.org.rs oldalon található. A diplomahonosítási költségtámogatás feltételeiről bővebben a Híradó Pluszban Józsa Lászlótól, a Szekeres László Alapítvány kuratóriumi elnökétől. Már csak néhány simítás és befejeződik a Szabadkai Zeneiskola renoválása, 2-3 hónap múlva teljesen megújul az épület. A munkások nagy erőkkel szállítják el az építési törmeléket a Szabadkai Zenede épülete mellől. Tavaly november óta folynak a munkálatok. Az iskola kezdés már csak napok kérdése, de még mindig barrikádok veszik körül az intézményt. Az első emeleti külső ablakszárnyakat kicserélték, új vakolatot kapott az iskola, újra is meszelték, és új eres csatornákat szereltek fel. A munkálatok tovább folynak, hiszen két oldal még befejezésre vár. A balkon mindenféleképp még a munkálatokban van, ami még munkálatok folyamata az a városháza felőli rész, ott a festés várja még a sorát, és valahol november vége a határidő. Elképzelhető, hogy ez előbb is megtörténik. A tetőtéri ablakokat is ki kell még cserélni, még mindig látszik a beázások helye. Itt négy terem van egymás után, egy ilyen kis kabinet, ahol a tanítás folyik, és valóban vödrök és laborok közepette folyt a tanítás. Ez nagyon tönkrement, úgyhogy ezeknek a cseréje lenne az, amit a város is felkarolt. Maglai Jenő polgármester a Pannon TV Szubjektív című műsorának felvételén elmondta, hogy a felújítás tovább folytatódik, hiszen egyes részek, mint például a tetőtéri ablakok, kimaradtak a renoválásból. Erre a célra 600 000 dinárt különítettek el. A zeneiskolát azt szerettem, mert végül bekülön, hogy fejezzünk. Azt gondolom, hogy szépen fog kinézni. Természetesen itt is vannak bizonyos, azt mondom, hogy megjegyzéseink, hol jövő héten fogok majd kimenni, mert ott a munkaminőségével vannak kisebb gondok, majd ezt meg rendbe kell tennünk. Külön pénzeket választottam ki a költségvetési tartalékból, plusz 600 000 dinárt arra, hogy a tető részén az ablakok is fel legyenek, úgyhogy már az kimaradt a projektumból. A renoválás Szabadka és Vajdaság pénzelte, a felújítást a Műemlékvédelmi Intézet és a Város Építési Igazgatósága felügyelte.
Müncheni szimfonikusok adnak hangversenyt Szabadkán a városnap alkalmából. Az Odeon szimfonikus zenekar ma ízelítőt adott a város főterén a pénteki és vasárnapi koncertekből. Csodás dallamoktól hangos a magyar tannyelvű tanítóképző kar díszterme. Kedd óta itt készül a városnapi koncertjére a németországi Odeon szimfonikus zenekar. A karmester a világhírű Julio Dogenweiler Fernández, aki már több éve dolgozik együtt a zenekarral. Nagyon szoros tempót diktál, naponta 8 órát próbálnak azért, hogy a szabadkai közönségnek megmutassák a német virtust. You can practice a lot, but in the moment in the concert you have to to create some feeling. Everybody has to feel what is happened. And when it's running good, then you feel, you see the musicians how they are happy with what they are doing. Míg a többiek a próbateremben a pénteki és vasárnapi koncertre gyakoroltak, addig néhány zenekartag performanszot tartott a szabadkaiaknak a főtéren. Vonósok és fúvósok ismert dallamokat adtak elő, néhányan még táncra is perdültek. We've been practicing quite a lot until now. We've been here for 3 days since Tuesday, and every day we practice for about 8 hours. And now we hope we are ready for a concert to make the people from Szabadka happy. A szabadkai zongoraművész testvérpár Görög Noémi és Enikő szólistaként lép fel a hangversenyen. Nagyon jó zenészekről beszélünk, de amit most már napok óta nézek a próbákon, az, tehát egy munkafolyamatnak így kell kinézni. Ez a precizitás, ez a munkához való hozzáállás, a zenetisztelete, a kollégák tisztelete, szerintem egy ilyen munkafolyamat után csak is nagyon jó koncerteket. A városnapi koncerteken olyan nagy klasszikusok műveit hallhatja majd a közönség, mint Handel, Beethoven, Csajkovszki, Muszorgszki, Saint-Saëns és Liszt Ferenc. A hangverseny pénteken a Szent Teréz Székesegyházban, vasárnap pedig a Városháza dísztermében lesz hallható. A belépés díjtalan. A rendezvény média támogatója a Pannon RTV, médiaházunk rögzíti és a közeljövőben műsorra tűzi a müncheni szimfonikusok koncertjét. Lovaglás határtalanul. Ez a lovag a magyar és szerb kulturális örökségben elnevezési projekt célkitűzése. A sikeres IPA pályázat résztvevője a Hálóvajdasági Fejlesztési Alapítvány, a Kelebiai Févőri Lovasklub, a Magyarországi Bács-Kiskun megyei önkormányzat, valamint a Tegyünk Izsákért Egyesület. A projekt záró rendezvényét tartották ma a Szabadkai Városháza dísztermében. Tart, és nagyon gyengén sikerül Adorjánnak az indítás, nagyon nehéz lesz innen most már fölzárkozni, jól kezd viszont Topolya. Nyargaltak a lovasok a vajdasági vágtán Zobnaticán. Megmutatkozott a vajdasági virtus és versenyszellem. Bács Fekete egy kettőse vezet, ugye világos kék dresszben Bács Fekete hegy, sötét kékben Topolya, amikor a túlsó egyenesben vagyunk és egy picit megszökni látszik Bács Fekete hegy. A lovaglás mindig kihívást jelent az ember számára. Bács Fekete hegy a győztes. Az emberek szeretnék megülni a lovat. Valószínűleg azért, mert egy az, hogy kihívás, tehát egy ekkora állatot megülni, a másik az, hogy természet közelben lehet az ember, meg az, hogy nagyon jó a társaság is. A budapesti nemzeti vágtavajdasági előfutama is a Lovak a magyar és szerb kulturális örökségben című projekt részeként valósult meg. Jövőre már tudnánk tartani különböző városokba vajdasági elővágtákat, és a győztesek kerülnének az obnaticai valódi elővágtába. Tehát már egy ilyen szelekció is létrejönne, mert hát nagyon örülök neki, hogy, amint mondtam is, hogy egyre több fiatalnak az életébe egyre jobban játszik szerepet a ló. Lóvá tesz az ember, s emberré a ló, írja Jókai Mór. Ez volt a projekt vezérgondolata is. A több száz éves lovas kultúra szerepét, a történelmi hagyományokat kívánták bemutatni Magyarország és Szerbia határmenti régióiban. Közös pontunk, hogy a két ország rész együttműködésében egy ilyen fejlesztés, egy fejlesztési terv előkészítése, elkészítése, és majd erre épülő alapozó fejlesztéseket, hogy el tudunk érni akkor, akár a turisztikában, akár az egészségi fejlesztési programokban, akár bármilyen más, akár lótenyésztésben, állattenyésztésben, takarmány termelésben rengeteg előrelépés lehet és együttműködés a két ország rész között. Lovas eseményeket, lovas napokat szerveztek, lovas túra útvonalakat, illetve méneseket kutattak és térképeztek fel az együttműködő partnerek. A sorba jártuk a lovastanyákat, és szolgáltatás alapján kiválasztottuk őket, kinek milyen szolgáltatást tudnak adni.
belekerültek a katalógusba, és 5 darab túraútvonalat sikerült Magyarországon kialakítanunk. Több mint 1000 kilométer hosszúságban. Több mint 20 éve működik a Favori Lovas Klub. Mintegy 70 lóval foglalkoznak a kelebiai lipicai ménesben. A hálás a közönség a lovas rendezvényeken, hogy nem csak hálás, hanem még hajlandó is a lószeretetét kimutatni, és szerintem igenis részt szeretnénk venni továbbra is pályázatokba, továbbra is felelősségünknek tartsuk, hogy bemutatjuk és népszerűsítsük a vajdasági lovasságot. A projekt a határmenti régiókban rejtő lehetőségek feltárásával hozzájárul a térség kulturális és lovas turizmusának fejlesztéséhez. A 18 hónapos program teljes költségvetése meghaladta a 190 ezer eurót. Szeptember 4-től 8-ig rendezik meg Szabadkán és környékén a 21. Stevan Vilotić Tjelle nemzetközi labdarúgó emléktornát. Az ötnapos versenyen a belga, az ukrán, az izraeli, a magyar, a francia és a szerb ifjúsági 19 éven aluli válogatott küzd a rangos trófeáért. 1994. Ekkor tartották az első, még belföldi tornát, egy évvel később már nemzetközi volt az esemény. Az eddigi 20 megmérettetésen a legeredményesebbnek a házigazda szerb válogatott bizonyult, összesen 13 elsőséggel. Na ovom turníru, odkad je počeo, 1650 mladi futbolera bilo. To je strašno. To je jedan futbolski svet, po meni. Da je bilo stranaca sa Vondrađem, 1150 stranaca. Szabadka az elmúlt 20 évben kiváló házigazdának bizonyult. Az idei mérkőzéseket a Szabadkai Városi Stadionban és a Zombori úti pályán, valamint Zentán, Topolyán, Verbászon és Tavankúton játsszák. Na turnéru učestovati 6 ekipa, to jesu Ukrajina, Mađarska, Izrael, Francuska, Belgija i naravno Srbija. Slobodno mogu da kažem da je ovo sigurno jedan od najjačih turnira u Evropi kada je u pitanju za igrače do 19 godina. A címet Belgium védi, aki idén is esélyes a győzelemre. A belgák az mindig esélyesek, persze. Belgák, a szerbek, az Izrael mindig jó. Ukránok sose tudni, hogy milyen csapat jönnek. Az emléktorna jövő csütörtökön 16:30-tól a Szerbia-Franciaország és az Izrael-Belgium találkozókkal veszi kezdetét. A magyar válogatott pénteken 16:30-tól Izraellel Topolyán mérkőzik meg. Hosszú Katinka újabb világcsúcsot ért el az úszók dohai rövidpályás világkupa versenyén, ezúttal 400 méter vegyesen faragott a saját korábbi rekordjából. A csütörtök esti fináléban 4 perc 20 másodperc 83 század másodperc alatt ért célba, ezzel 2 századdal javította meg saját csúcsát, amelyet tavaly augusztus 11-én Berlinben állított fel. Hosszú Katinkának ez már a harmadik világcsúcsa volt a dohai viadalon, szerdán 200 méter vegyesen, csütörtökön délelőtt pedig 100 méter vegyesen is új rekordot állított fel. Mint arról a híradóban már beszámoltunk, diploma honosítási költségtámogatásra írt ki pályázatot a Szekeres László Alapítvány stúdiónk vendége, Józsa László kuratóriumi elnök. Köszöntöm a stúdióban. A keretösszegből hányan tudják majd honosítani a külföldön szerzett diplomájukat, oklevelüket, doktorátusukat? Ez két ismeretlenes egyenlet, ahhoz tudni kell, hogy hányan pályáznak, és hogy egyenként mekkora összegekkel pályáznak. Tudni, nekünk egy keretünk van, ami 10 millió forint átváltásából alakul ki, és tulajdonképpen ezt az összeget pályáztatjuk. Az előzetes információk, azaz az eddig felmutatott érdeklődés alapján úgy tűnik, hogy jó esély van arra, hogy az idei évben minden jelentkező pályázó teljes összegű térítést kaphasson. Arról van ugyanis szó, hogy mi hivatalosan ugyan résztámogatásra írjuk ki a pályázatot, de azért, mert nekünk egy adott keretünk van, egy darab kalács, és azt kell megfelelő számú szeletre felszeletelni. Tehát majd igazából a pályázat lezárulta után lehet erre a kérdésre korrekt választ adni. Én ma tehát csak az esélyekről tudok számot adni, hogy mindenki, aki külföldön szerzett diplomája
honosítása következtében nálunk költségtérítésre pályázik, nagy valószínűséggel az idei pályázati fordulóban teljes összegű támogatásra számíthat. Melyek a költségtámogatás feltételei? Van egy fő feltétel, az pedig az, hogy a pályázó fel legyen iratkozva a Vajdasági Magyarok Különválasztói Jegyzékére. A második pedig hát már a támogatás, illetve a pályázat céljához fűződik, hogy olyan külföldön szerzett felsőoktatási vagy doktori diplomával rendelkezik, amelynek legalább elkezdte a szerbiai honosítását. Tehát befejezett, már honosított oklevelek esetében, valamint kezdeményezett honosítási eljárások esetében a pályázó már pályázhat nálunk költségtérítésre. Itt tudni kell, hogy számos költség nem jön számításba, hiszen az egyetemek költségeket számítanak fel ezért a munkáért. Nagyon jelentős tételt tudnak képezni a különböző okiratok fordítási költségei, és hát bármi, ami kapcsolatba hozható magával a honosítási eljárással, az felszámítható ebben a pályázati űrlapban. És természetesen szerbiai állampolgárokról kell, hogy szó legyen, illetve azok pályázhatnak, akik Szerbiában rendelkeznek állandó lakhellyel. Mennyire bonyolult egyébként az ügyintézés? Tehát a szerbiai egyetemek, főiskolák mennyire partnerek ebben a folyamatban? Ebben a tekintetben nagyon változóak a tapasztalatok, tehát vannak olyan felsőoktatási intézmények, amelyek valóban nem gördítenek semmilyen akadályt a honosítási kérelmek elé, és vannak olyanok, amelyek számos különbözeti vizsga teljesítéséhez kötik a külföldön szerzett diploma nosztrifikációját. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem lehet egy véleményt mondani, nem lehet egy információt adni erről. Mindenkinek, akinek bármilyen szakon szerzett külföldi oklevele van, az egy sajátos kanosszát fog járni. Végig kell rágnia magát az egyetemi bürokrácia lépcsőfokain, de teljesíthető dolgokról van szó. Épp a minap tartott kuratóriumi értekezleten számoltam be kurátortársaimnak arról, hogy amióta mi ezt a támogatási formát működtetjük a Szekeres Alapítványban, mindössze kettő olyan esetre emlékszem, amelyben a nosztrifikálni kívánó ügyfél nem jutott sikerre, nem tudta honosítatni Szerbiában a diplomáját. Ha ezt szembeállítom azzal a 6-700 sikeres nosztrifikálóval, aki nálunk pályázó volt, akkor ez egy elenyésző arány. Tehát akkor tulajdonképpen a tapasztalatok az előző években már jók voltak. Igen, én azt hiszem, hogy ha meglehetősen nagy anyagi megterhelést is jelent a diplomahonosítás, hogyha utána járást is jelent, végül is teljesíthető dologról van szó, és az eddigiek szerint ez egy megkerülhetetlen és fontos mozzanata volt mindazoknak, akik itthon Szerbiában kívántak érvényesülni munkájukban, esetleg tovább tanulásukban. Az utolsó kérdésemhez pillanatra papírra tekintenék, egyszerűsítheti a felsőoktatási diplomák honosításának eljárását Magyarország és Szerbia kölcsönösen. Ez is felmerült Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Alekszandr Vučić szerb kormányfő júliusi belgrádi találkozásán. Ezzel kapcsolatban vannak-e fejleményeket? Alapértelmezetten a diplomahonosítás az egy országnak a belügye, tehát ezt rendszerint nem szokták kétoldalú államközi szerződésekben szabályozni. Itt persze rögtön korrigálnom is kell magamat, mert a régi időkben, a 80-as években létezett úgynevezett ekvivalencia egyezmény, aminek a részletes magyarázatában most nem bonyolódnék bele, de ez valami hasonló, illetve közelít fogalmilag magához a honosításhoz. Azonban egy külföldön szerzett oklevél teljes értékű honosítása az nálunk egyetemi hatáskör. Tehát nem államigazgatási szerv végzi el a honosítást, hanem az egyetemek, illetve egyetemi karok hatáskörébe tartozik. Ebben a vonatkozásban viszont Szerbiában van egy jó hír. Parlamenti eljárásban van egy olyan törvény, amely
a belföldi jog eszközével fogja szabályozni az ekvivalencia kérdését. Ekvivalencia alatt ez alkalommal azt kell majd értenünk, hogy államigazgatási szerv fogja megállapítani, hogy az ügyfél által bemutatott és honosítani kívánt oklevél alkalmas-e arra, hogy munkavállalásra jogosítsa fel a külföldről diplomáját hazahozó kérelmezőt. Ennek a törvénynek az elfogadása reményeink szerint az őszi parlamenti ciklusban megtörténhet, és ez egy nagyon jelentős fordulatot fog jelenteni Szerbiában ennek a gyakorlatnak a tekintetében, mert valószínűleg drámaian egyszerűbb is lesz, és olcsóbb is lesz a külföldön szerzett oklevelek itthoni érvényesülésének lehetővé tétele. Elnök úr, köszönjük szépen a válaszokat és azt, hogy a vendégünk volt. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek még egyszer röviden. 1000-nél is több orosz katona van Ukrajnában a NATO szerint. A katonai szövetség információ szerint Oroszország mintegy 20 000 katonát vont össze a határnál. Belehalt súlyos sérüléseibe a szerb csendőr, akire az elmúlt éjszaka Orlovácnál feltételezések szerint koszovói albán fatolvajok nyitottak tüzet. A Nyugat-Balkánról tartanak nemzetközi tanácskozást Berlinben, Alexander Vučić a politikai stabilitás fontosságáról beszélt. Térfigyelő kamerák javíthatnak a közbiztonság helyzetén Szabadkán. Ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, a pannonrtv.com-ra, nézzék továbbra is a Pannon TV-t, hallgassák a Pannon Rádiót a 91.5-ön. Szép estét!